A nádasdladányi Nádasdy kastélyban a sajtóbeszélgetés keretében került első alkalommal bemutatásra a két különleges grófi család gyerekje, amelyek mostantól ismét a kastély és a kiállítások fényét fogják emelni. Az egyik műtárgy egy korabeli ékszeres dobozka, a másik pedig egy gazdagon díszített Nádasdy címeres ezüst tálca. Nagyon szép kézműves munka. Én, mint gyermek, talán ezt nem vettem úgy észre, mert egész biztos itt volt aztán már nádasladányban, de nem vettem úgy észre, mert ezeket a kincseket mi gyerekkorunkban nem nézegettük, bár tudtuk, hogy a felnőttek ezt használták. Szóval az a nagyon fontos ebbe az egészbe, hogy ezek a tárgyak nem csak vitrínbe voltak, hanem használva is lettek. Az ékszeres dobozka az arisztokrata családok közti házasságkötést volt hivatott tárgyi emlékformájában is megörökíteni, az ezüst tálcán pedig egy vadkacsát ábrázoló Nádasdy címer látható, amelyet a legenda szerint IV. Béla adományozott a nádasdiaknak hálából, amiért a Muhit csatavesztés után 1241-ben a tatárok elől menekülve és a kastélyban menedéket találva a család vadkacsával vendégelte meg a királyt és kíséretét. Mindig örülünk, hogyha akár a különböző műkereskedésekben, akár aukciókon, vagy akár magánfeladások által felbukkannak olyan tárgyak, mint amit most Nádasdy esetében is történt. Jelesül egy Nádasdy és Zichy címeres, egy házasság alkalmából készített, ezüstből készült dobozka, illetve egy Nádasdy címeres ezüsttálca, amelyet a NÖF Nemzeti Örökség Védelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. A Nemzeti Kastélyprogram műtárgyvásárlási keretéből vissza tudott vásárolni. A sajtóbeszélgetés végeztével a műtárgyak elfoglalták megérdemelt helyüket a kis szalonban található vitrínben, Nádasdy Borbála grófnőt pedig virággal köszöntötték május 12-én esedékes születésnapja alkalmából.